Jelentősen átalakult a tojásfogyasztás idén Magyarországon. A nagyüzemi termelők tavasszal jóval kevesebb megrendelést kaptak, számos vendéglátóhely és oktatási intézmény kényszerült ugyanis bezárásra a járvány első hulláma során. Éppen emiatt a lakossági fogyasztás nőtt meg jelentős mértékben, így gyakran azt is nehéz volt elérni, hogy legyen elég tojás a boltok polcain. Mostanra annyi a változás, hogy a mezzák működnek, nyilvánvalóan az öregek otthonában szükséges az ellátás, kevesebb étterem működik, de még ezek is működnek, tehát oda is szükséges a tojás alapanyag, és itt ez azért fontos elmondani és külön kezelni a lakossági igényt és az éttermi vagy a gasztroigényt, mert általában az éttermekben, menzákban inkább tojás levet vagy tojás port kérnek a könnyebb elkészítés miatt is, meg a higiéniai igények miatt is, és pont ez volt a nagyon nagy gond annak idején tavasszal, hogy azok a cégek, akik ezzel foglalkoznak a tojáslé és tojásportgyártással, azok bizony nagy károkat szenvedtek, és az még mindig nem áll teljesen vissza ez a fajta forgalom. Magyarországon egyébként az éves összfogyasztás 2,3 milliárd, ami évről évre enyhe növekedést mutat. A belföldi igény mintegy közel felét az üzemi termelés, 28%-át a háztáji teljesíti, 21-22%-át pedig az import elégíti ki. A termelést az elmúlt hónapokban egyébként több tényező befolyásolta negatívan a megyei tojástartó telepeken is, emiatt az évvégi eredmények várhatóan elmaradnak az elmúlt évek átlagától. Az egyik meghatározó tényező volt a COVID-járvány, viszont a másik meghatározó tényező, ami a baromfi ágazatot sújtotta, az a madárinfluenza járvány. És a madárinfluenza miatt azért elég sok állományt ki kellett vágni, és ezek gyakorlatilag az újra telepítések most szeptemberben kezdtek már el termelni, és újra visszaállni a megfelelő tojástermelési mennyiségre. Tehát az első fél évből azt láttuk, hogy egy icipici csökkenés volt a tavalyi termeléshez képest. Míg tavaly 580 millió tojást termelt meg az ágazat, addig az idén 540 milliót. Ahogy az a grafikonon is látszik, 2011-től kezdődően évről évre újra emelkedik a magyarországi tojásfogyasztás. Ami az árakat illeti, az elmúlt években nagy változás nem volt tapasztalható, idén azonban mind a felvásárlási, mind a fogyasztói árak közel 10%-kal emelkedtek. Jelenleg a tojások darabonkénti ára 40 és 50 forint közé tehető az áruházakban.